Megállt a rábalkodás a Körmendnél, folyamatos a védekezés, harmadfokú készültség van. Hatalmas pusztítást okozott a vasárnap esti vihar a Vas megyei Nardán, több tucat ház sérült meg. Emmanuel Macron esetleges lemondásáról ír a francia sajtó, az elnök stábja cáfol, nagyot bukott vasárnap Macron pártja. És elfogadta az országgyűlés a gyermekvédelmi szabályok szigorítását, a pedofil bűncselekmények nem évülnek el. Ez a híradó az M1-en 7:30-tól, Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! Nagyjából 200 évente van akkora vízhozama a Pinka folyónak, mint amekkorát a vasárnapi viharok után mértek. Vasvár megyében megfeszített munkával a nap 24 órájában védekeznek a Rába és a kisebb mellékfolyók, így a Pinka áradása ellen. A Rábán az éjszakai tetőzés óta valamelyest csökkent a vízszint, de az elmúlt órákban megállt az apadás, ott továbbra is harmadfokú a készültség. És védekezni kell a Duna mellett is, jelenleg Baja térségében tart az árhullám. Teljesen elárasztotta az áradó Rába Körmennél ezt az üdülő telepet. Ezek a kresztáblák szinte alig látszanak ki a vízből. A folyó a nyaralóházakba is betört. Most csak úszni tudnánk arra, ahol régen kosaraztunk. Sok helybélit megdöbbentett a magas vízállás. Az itt élők között akad olyan is, aki minden nap megnézi a vízszint alakulását. A Rába nagyon kiszámíthatatlan. Itt gyerekeskedtem, itt nőttem fel, ismerem a Rábát. Hétfőn még egy 3 kilométer hosszan elnyúló gátat is kellett építeni. 48 ezer homokzsákot raktak le itt az önkéntesek és a katonák. Így erősítették meg a töltést. A tartósan magas vízszint miatt ezt a gátat is folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. A Rába hétfő este a harmadfok szintjét meghaladó vízállással tetőzött Körmennél. Kedd délutánig valamennyit apadt, de aztán megállt a vízszint csökkenése. A vízügy továbbra is 24 órás szolgálatot lát el a védvonalakon. Egy ilyen szintű készültségnél, ilyen magas vízállásnál nem hagyhatjuk magára a töltést. Tehát kollégáink, akik a szombathelyiek, illetve máshonnan, más vízügyektől érkezettek, Miskolcról, Pécsről, Fehérvárról, Budapestről, folyamatosan járják a töltést a nap 24 órájában, tehát van nappali és éjszakai figyelőszolgálat is. Emberfeletti munkával küzdöttek az árvíz ellen a Pinka-menti települések is. A megáradt Rába mellett gondot okoznak annak mellékfolyásai. A falvak lakói több ezer homokzsákkal védekeznek. Gőzerővel szivattyúzták a vizet kedden ebből a házból a Vasvár megyei Pornóapátiban. A katasztrófa védelem szakemberei folyamatosan dolgoztak a károk elhárításán. Az egyik lakót motorcsónakkal kellett kihozni a szárazföldre, a lakóépület, ahol tartózkodott, körbezárta a víz. Folyamatosan egy iszonyú magas vízünk van ott fönn a körmendi részen. Egy előrejelezhetetlen lokális csapadékzóna okozta Körmennél a legnagyobb problémát. Rövid időn belül mintegy 30-40 mm csapadék hullott a Rába vízgyűjtőjére. Ennek következtében igen jelentős árhullámok alakultak ki a folyón és a mellékfolyóin. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a Pinkára érkezett vízmennyiség meghaladta az átlagosan 200 évente előforduló maximális vízhozam értékét. Ez a Pinka patak, ez olyat produkált, hogy 405 cm volt a valaha mért legmagasabb vízállása, és most már 508 cm volt az elmúlt 24 órában, tehát elképesztő vizet hoz. A Rábán magán is érkezik az árhullám, összetalálkozik Körmennél, tehát itt azért, hogy mondjam, nagyon kellett figyelni. Továbbra is magas a vízállás a Dunán is. Verőce egy részén sok helyen a házak mellett áll bekészítve a csónak. A folyó péntek éjjel tetőzött a Dunakanyarban. Az ártére épült ingatlanokat helyenként még mindig csak csónakkal lehet megközelíteni. Ennek a háznak az alagsorában kedden is magasan állt a víz. A bútorok egy része napok óta víz alatt van. Az itt élők már nagyon várják az árhullám levonulását. Most sajnos az van, hogy nem nagyon akar visszamenni. Szóval most ez a kihívás, hogy kiskutyát ölbe kihozni, pisilni, stb. Azért van gond, és azért mondjuk úgy, hogy nem tiszta a környezet. Van egy szaga, nehéz, és már várjuk a végét. A fővárosban is még mindig marad a tartósan magas vízszint. A Duna Budapesten a szombati tetőzés óta már apad, de csak lassan. A folyó tetőzése kedden Bajánál járt.
Délután a másodfok szintjét megközelítő vízállást 793 cm-t mértek itt. A lassú apadás miatt továbbra is folytatódik a védekezés a Rábán és a Dunán. A Dunán sem ért még véget tehát az áradás. A Gemenci erdő jelentős része jelenleg víz alatt van. Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt az erdei utak és a kijelölt túraútvonalak egy része járhatatlan. A baleset veszély miatt az ártéri erdő egész területén tilos a csoportos és az egyéni vízitúrák indítása is. Ebben az időszakban mind a mellett, hogy a vad számára ugyanúgy a nyugalmat biztosítani kell, veszélyes is ilyenkor a vízen túrázni, sokkal nagyobb a sodrás, illetve rengeteg úszadékfát, hordalékot hoz ilyenkor a víz magával, és akár baleset is lehet belőle, hogyha valaki fennakad egy ilyenen, vagy beleborul a vízbe, úgyhogy mindenkit most szeretnénk arra kérni, hogy ebben a rövid időszakban máshol keressenek kikapcsolódási lehetőséget. Bajánál van kollégánk Müller Anna, hozzá kapcsolunk most a további részletekért. Ott van a helyszínen, tehát Müller Anna, szervusz, egész nap figyeltétek a Duna áradását. Mekkora most a vízszint és milyen gyors lesz várhatóan az apadás? Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Itt ma tetőzött a Duna bajánál, 793 centit mértek délután, ez azóta sem változott, ez a szám itt most stagnál. Elsőfokú riasztás van kiadva továbbra is, ami azt jelenti, hogy másodfokot majd csak 800 cm után fognak majd bevezetni. Mögöttem jól látható, hogy az üdülőteret elöntötte ugyanúgy a víz. Itt a helyiek csónakokkal közlekednek, és hát gumicsizmát húznak, hiszen derékig, combközépig érő víz van itt. Ugyanakkor nem estek kétségbe, ők már megszokták, hogy itt a Duna mellett számíthatnak áradásokra, így az értékeiket biztonságba tudták helyezni, és továbbra is várják ők is, hogy lemenjen az ár. A vízügy szakemberei lassú apadásra számítanak, ami azt jelenti, hogy a következő napokban is maradhat ez az első fokon lévő védekezés, de minden esetre itt a helyiek már várják ugyanúgy, hogy vége legyen az áradásnak. Erről Müller Andrea jelentkezett egyelőre, köszönjük szépen. Komoly problémát jelentenek Magyarországon az árvizek. Erről beszélt Áder János, volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Baján, ahol diákoknak tartott előadást. A volt államfő azt mondta, a klímaváltozás 80%-át a vízen keresztül érezzük, ami azt jelenti, hogy a víz körforgása megváltozik. Egyre gyorsabb lesz a párolgás, egyre szélsőségesebbé válik az időjárás, és ez felelős a felhőszakadásokért, árvizekért, valamint a száraz, a szájos időszak. Is. Áder János hozzátette, a megváltozott körülményekhez mindenkinek alkalmazkodni kell. Alkalmazkodnunk kell, az alkalmazkodás lesz a következő generációnak az a szó, amit meg kell, és minden nap eszerint kell élni az életét, hogy igen, megváltozott, részben az elődei által, a szülei, nagyszülei által megváltoztatott helyzethez neki kell majd alkalmazkodni a technológiailag is, a mindennapi élet szempontjából, energiagazdálkodás szempontjából, vízgazdálkodás szempontjából, minden szempontból. Hatalmas pusztítást okozott a vasárnap esti vihar a Vas megyei Nardán. A faluban több tucat ház sérült meg, de van köztük olyan is, amely romba dőlt. Aki csak tehette, ma is a törmeléket takarította. A tornádó után ugyanis mindenhol cserepek, téglák és hullámpalák hevertek. A vihar fákat is kidöntött és autókat is megrongált. Egyelőre felbecsülni sem lehet a károkat. Hatalmas kupacokban hever a tégla és az agyonázott törmelék. Sok épület teljesen összedőlt és van ház, amin alig maradt cserép. Ilyen pusztítást hagyott maga után a nyugatról érkező tornádó a Vasvár megyei Nardán. Egy helyi férfi azt mondta, a családja az ágy alatt vészelte át a vasárnap esti vihart. Ez nem túlzás, ez egy tornádó volt, úgy, hogy a filmekben látni, olyan kb. 100 méteres sávban vitt mindent, legalább három pajta összedőlt, köztük ez is. Mintegy 30 házban keletkeztek rendkívül súlyos károk, személyi sérülés viszont szerencsére nem történt. Csinálta a fiam ilyen kerítés, mind a papírt, úgy össze, a trambulin, a pajta, a tyúkjaimnak, a magtároló, itt minden romokba hever és minden tönkre van. Tornádó!
Ezt a hatalmas pusztítást mindössze 8 perc alatt okozta a videón látható tornádó. A helyiek hatalmas, robbanásszerű hangot hallottak, amikor a nagy erejű forgószél tölcsére elérte Nardát. Azt mondták, a tornádó több kilométeres távolságból is hozott hozzájuk törmeléket. Narda polgármestere azt mondta, a faluban nem ez volt az első katasztrófa. 14-ben 8-szor osztunk, úgyhogy nincs egy patakunk. 16-ban egy jégverés elverte teljesen a kerteket, mezőket. 17-ben volt egy tornádónk, ami hasonló volt, de kisebb. Munkagépekkel gyűjtötték össze a gyümölcsöktől roskadozó kettétört és gyökerestől kicsavart fákat. Eközben megkezdték a megrongálódott tetőszerkezetek javítását, vagy legalább a fóliázást, hogy elkerüljék a további beázást. A tetőfedési munkálatokat 4 ácscsoport csak nem 30 fővel segítette. Segítség más településről is érkezett. A károsultak a környező falvakból kaptak élelmet és vizet. A katolikus Caritas önkéntesei pedig árvíz utáni takarításhoz szükséges fertőtlenítőszereket hoztak. Vakolat lóg a plafonról, a padlót pedig törmelék borítja. Ez már a Nógrád vármegyei Bátony terenye, ahol a vihar miatt a sportklubra dőlt egy több 10 méteres fenyőfa. Áttörte a tetőt, így az épület teljesen beázott. Több épületet is megrongált a vihar. Ennek a lakóháznak a tetejéről például a cserepet tépte le, egy másikról pedig a tetőszerkezet felét. Az ingatlan lakhatatlanná vált. Báztak a falak, szobák, pince, garázs, áll a vízbe. Kedden még egész nap zajlott a vasárnapi és hétfői viharkárok felszámolása országszerte. Sok riasztás Nógrád vármegyéből érkezett. A károk felszámolásában 47 hivatásos tűzoltó vett részt 10 technikai eszközzel, valamint 6 önkéntes tűzoltóegyesület és egy mentőcsoport is közreműködött. A legtöbb kárt a Bátony-terenyei járásban okozta a vihar. Tetőhelyett fólia fedi ezt a sportcentrumot is Miskolcon. A vihar ugyanis részben leszakította a szerkezetet. Az edzéseket máshol tartják majd. Akár több millió forint a helyreállítás csak augusztusra várható. Átmeneti megoldásként egy olyan fóliát raktak fel, ami óvja az épületet bizonyos értelemben a további esőzésektől, de továbbra is ezért beázik. Hétfőn mintegy 930 segélyhívás érkezett a katasztrófa védelemhez. A károk elhárításában több mint 1000-en vettek részt országszerte. Károkat okozott egy hatalmas vihar Gyergyószentmiklóson és több szomszédos településen is. A szél fákat csavart ki, villamos vezetékeket, gépjárműveket és házakat rongált meg. Gyergyószentmiklóson és a Gyilkostó üdülőtelepen több mint 1200 háztartás maradt áram nélkül. A károk felszámolásában önkéntes tűzoltók is segítettek. Bátran kimerem jelenteni, hogy ilyen vihar én nem értem. Tehát egy nagyon csúnya, olyan körülbelül olyan 11:30-12 fele kezdődött, 11:30 is teljes egy ilyen erdőn, ami lehet vihar, tehát zúgás, lehetett hallani azt a kelemetlen zörejéket, hangokat, és én mondom, hogy tényleg nagy vihar volt. Megkezdődött a nukleáris erők hadgyakorlatának második szakasza Oroszországban. A cél az, hogy felkészítsék az orosz és a fehér orosz erőket a nukleáris fegyverek harci alkalmazására. Elemzők szerint közben tovább fokozhatja a háborús feszültséget, hogy lapértesülések szerint Washington feloldotta a korlátozásokat az ukrán neonáci Azov alakulattal szemben, így már nekik is szállíthatnak amerikai fegyvereket. A taktikai atomfegyverek használatára készülnek fel az orosz és belorusz közös nukleáris hadgyakorlat második szakaszában. A művelet első felében Iskander és Kinzsár rakéták felszerelését, illetve szárazföldi és légi indítását gyakorolták. Most a nukleáris fegyverek harci alkalmazására képzik ki a legénységet. Moszkva még májusban közölte, a hadgyakorlat válasz az Oroszország elleni nyugati fenyegetésekre. A Kreml szóvivője pedig most arról beszélt, a gyakorlatot a nyugati provokációk indokolják. Az európai kontinensen meglehetősen feszült a helyzet, ezt az európai fővárosok és mindenek előtt Washington újabb Oroszországgal szembeni ellenséges lépései idézték elő. Ezek a provokációk napi rendszerességgel folynak, mondta Dmitrij Peszkov. A nyugat és a NATO folyamatosan növekvő szerepet játszik a háborúban, amelynek kiterjedésével fenyegető lavinát Emmanuel Macron francia elnök februárban indította el. A fegyverek küldésétől azóta eljutottak az ukrán katonák helyszíni kiképzéséig.
Sőt, Belgium, Dánia, Hollandia és Norvégia pedig kötelezettséget vállalt, hogy több mint 60 amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépet szállít Ukrajnának. Az ukrán pilóták kiképzése már folyamatban van, amit a NATO nem is titkol, hiszen a saját közösségi oldalán tett közzé felvételt erről. Ukrajna külföldi támaszpontokon tarthat néhány F-16-os vadászgépet, számolt be a Kyiv Post egy ukrán tábornokra hivatkozva. A lap azt írta, Szerhij Holubcov szerint azért kell más országokban is vadászgépeket tárolni, mert az oroszok azokat nem veszik majd célba, és frissíteni is lehet velük a használatban lévő gépeket. Ukrajna két NATO országot is belesodorhat a háborúba, így írt a tervekről a Mandiner. A portál szerint az ukrán F-16-osokat Romániában és Lengyelországban tárolhatják majd, ami veszélyes, mert így ezeket az államokat is támadás érheti. Az orosz elnök korábban figyelmeztetett, ha a NATO országok befogadják az ukrán F-16-os gépeket, akkor célponttá válnak. Vladimir Putyin azt mondta, az F-16-osok képesek nukleáris fegyverek hordozására, és ezt Moszkvának is figyelembe kell venni harci műveleteinek tervezésekor. Közben az Egyesült Államok engedélyezte Ukrajnának, hogy amerikai fegyvereket adjon az Azov brigádnak, amelynek tagjai nyíltan ultranacionalista és neonáci nézeteket vallanak. Erről írt a Magyar Nemzet a The Washington Post alapján. Washington egy évtizede azért tiltotta meg az Azov ezred ellátását amerikai fegyverekkel, mert úgy látta, az ultranacionalista ukrán alakulat számos humanitárius jogsértést követett el, valamint rasszista, idegengyűlölő nézeteket vallott. A Biden adminisztráció most megszüntette a tiltást. Moszkva pedig neonáci fegyveres csoportnak tartja az Azov ezredet, a tagjait pedig terroristaként körözi. Békére és tárgyalásokra mindenképpen szükség lenne. Egyre többen békét szeretnének az orosz-ukrán háborúban, erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az M1-en. Bendazsevszki Anton szerint viszont ismét elindult egy fegyverkezési verseny, hiszen legutóbb a Fehérház egyik tisztségviselője beszélt arról, hogy fejleszteni kellene az Egyesült Államok nukleáris arzenáját. A világ egy eszkalációs irányba indul, ami nem jó, egy potenciálisan háborús irányba indul, viszont 30-40 éves fegyverkészletekkel és technológiával rendelkeznek ezek az országok, és most nagyban fegyverkezik mindenki, ami ugye megint csak nem jó irányba viszi a folyamatokat. Vladimir Putyin hamarosan Vietnámba és Észak-Koreába utazik, számolt be a Reuters ukrán forrásokra hivatkozva. Egy éven belül ez lesz a második találkozó az orosz elnök és Kim Jong-un között. Észak-Korea Oroszország egyik legnagyobb fegyverbeszállítója, ballisztikus rakétákat és több mint 3 millió tüzérségi lövedéket küldött Moszkvának. Újabb két Harkivi és Luhanszki település elfoglalását jelentette be az orosz hadsereg, az ukrán vezérkar pedig arról számolt be, hogy az orosz erők Vovcsánszk városa felé nyomulnak. Reggel óta csak nem 40 összecsapás történt. Közben Zaporizsia és Herszon megyét is orosz légitámadások érték. Összedőlt otthon a romjai alól próbáltak kimenteni egy ukrán férfit a Harkiv megyei katasztrófa védelem munkatársai. A felvételeket az ukrán állami mentőszolgálat tette közzé. A hatóságok szerint a kelet-ukrajnai várost hétfőn három helyszínen is orosz bombatámadások érték. A légicsapások lakóházak és más célpontok ellen irányultak. Több helyen tűz ütött ki, de ezeket gyorsan eloltottuk. Egy embert a romok alól kellett kimenteni, számolt be a mentőszolgálat szóvivője. A második legnagyobb ukrán város az orosz támadások első számú célpontja. A moszkvai vezetés szerint a Harkiv elleni csapásaik az ukrán katonai és energetikai infrastruktúrát akarják működésképtelenné tenni, hogy Ukrajna ne tudjon innen támadásokat indítani a szomszédos orosz területek ellen. A harkiviak arra panaszkodnak, hogy a múlt hónapban megindított orosz offenzíva kezdete óta minden korábbinál gyakoribbak a légiriadók. Nagyon erős robbanás volt. Mi harkiviak mindig figyeljük a bombázásokról szóló gyors híreket. Ki is írták, hogy irányított bombákkal vették célba az én lakónegyedemet. Bedugtam a füleimet abban bízva, hogy elkerül a bomba, de mégis ide csapódott. Leomlott a vakolat, az ajtók és az ablakok pedig betörtek. A szomszédok azt kiabálták, hogy lángol a házam, mondta egy nő.
Közben Harkiv polgármestere elismerte, hogy a nyugati fegyverekkel immár orosz területeket is támadnak Ukrajnából. Szerinte sikerült is ottani rakétakilövő állomásokat megsemmisíteni, aminek érezték is a rövidtávú hatását. Nehéz összehasonlításokról beszélni, de májushoz képest az elmúlt hét valamivel nyugodtabb volt Harkivban egészen vasárnapig. Azóta újraindultak a heves orosz támadások, mondta a polgármester. Az ukrán hadsereg azóta képes amerikai fegyverekkel Oroszország területére célzott csapásokat mérni, amióta Washington engedélyt adott erre. Azóta csapást mértek már olyan oroszországi célpontra is, amely 600 kilométerre van a fronttól. Közben orosz légicsapásokról számoltak be az ukrajnai Zaporizsja megyéből és az ország déli területeiről is. Az ukrán hadvezetés szerint a frontvonal mellett fekvő Herszonban egy 102 éves asszony is megsérült, amikor találat érte a házát. Civilek és mentők is a segítségére siettek és kórházba szállították. Az ő háza súlyosan megrongálódott, egy másik épület pedig meggyulladt. Bár Ukrajnában semmi jele annak, hogy közeledne a háború vége, nyugaton már az ország újjáépítése a téma. Berlinben ma arról tanácskoztak, hogy erre mennyi pénzre lenne szükség. Olaf Scholz német kancellár a Világbank becslésére hivatkozva elképzelhetetlenül nagy összegről, 500 milliárd dollárról beszélt. Jelen volt az ukrán elnök is, aki újabb támogatásokat kért. Frank-Walter Steinmeier, Németország elnöke köszöntötte Volodymyr Zelenszkijt Berlinben. Az ukrán elnök az országa újjáépítéséről szóló kétnapos konferenciára érkezett a német fővárosba. A találkozón elsősorban az orosz légitámadások által megtépázott ukrán energiaszektorról és további fegyvertámogatásokról egyeztettek. Putyin egyik fő célpontja Ukrajnában az energiaforrásokat, a termelést és a fogyasztást fegyverként, a nemzetek befolyásolásának és leigázásának eszközeként kezeli. Európa ezt már sokszor megtapasztalta, most Ukrajna szenvedettől. Az orosz rakéta és dróncsapások már 9 gigawattnyi energiát semmisítettek meg, míg Ukrajna fogyasztási csúcsa tavaly télen 18 gigawatt volt. Ennek a fele mostanra eltűnt, magyarázta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök kijelentette, hogy több milliárd eurós támogatásra számít nyugati partnereitől, a kijevi kormány szerint ugyanis Ukrajna légterének biztonsága a jelenlegi eszközeik mellett nem garantálható. Olaf Scholz német kancellár is arról beszélt, hogy Ukrajnának a háború után akár 500 milliárd dollárra, vagyis több mint 184 ezer milliárd forintnak megfelelő összegre lehet szüksége az újjáépítéshez. Az ország újjáépítése és modernizálása hatalmas beruházásokat igényel, a Világbank csak nem 500 milliárd dollárral számol a következő 10 évben. Csütörtökön Zelenszkij elnök úr és én újra találkozunk a G7-ek puliai csúcs találkozóján, ott nagyszabású és hosszú távú kötelezettségvállalásokért fogok lobbizni Ukrajna számára, fogalmazott Olaf Scholz. Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke pedig bejelentette, az Unióban korábban lefoglalt orosz vagyon nagy részét Ukrajna felfegyverzésére fogják költeni. Másfél milliárd eurót különítünk el Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyonból, az összeg júliusban válik elérhetővé. 90%-ban védelmi kiadásokra fogjuk fordítani, 10%-ban pedig újjáépítésekre. A G7 országok eheti találkozóján pedig megtárgyaljuk, hogyan tudnánk még több és gyorsabb segítséget nyújtani Ukrajnának a lefoglalt orosz pénzekből, jelentette be Ursula von der Leyen. Kedden nem csak Berlinben egyeztettek Ukrajna támogatásáról, hanem Rigában is. A lett fővárosban a NATO keleti államai tömörítő bukaresti 9-ek munkacsoportja ülésezett, amelyen már a katonai tömb júliusi washingtoni csúcs találkozóját készítették elő. Először is a szövetségesek megállapodnak majd abban, hogy fokozzák Ukrajnának nyújtott támogatásukat hosszú távon. Arra számítok, hogy a NATO vezető szerepet vállal a felszerelés és kiképzés biztosításának koordinálásában, és a szövetségesek pénzügyi kötelezettséget vállalnak Ukrajna támogatására, ameddig csak szükséges, mondta a NATO főtitkár. Jens Stoltenberg kiemelte, hogy fokozni fogják a védelmi kiadásokat is. Számításai szerint a tagállamok mintegy kétharmada idén a GDP legalább 2%-át ilyen célra fordítja. A NATO főtitkár szerint fokozzák a hadipar termelését is, az pedig nem lehet kétséges, hogy a szövetség képes elrettenteni ellenfeleit és megvédeni szövetségeseit.
Minden vádpontban bűnösnek találta az esküdtcég Joe Biden amerikai elnök fiát az illegális fegyvervásárlás miatt indított büntetőperben. Hunter Biden akár 25 éves börtönbüntetést is kaphat. Az elnök fia ellen azért emeltek vádat, mert 2018-ban a törvényi tiltás ellenére megkísérelt fegyvert vásárolni, letagadva, hogy drogfüggősége miatt kezelés alatt áll. A fiatalabb Biden tavaly októberben ártatlannak vallotta magát, az esküdtcég azonban bizonyítottnak látta a vádakat. Hunter Biden ügye előtt még sohasem fordult elő, hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök fiát bűncselekmény miatt bíróság elé állítsák. Emmanuel Macron fontolgatja, hogy lemond, ha pártja rossz eredményt ér el a hónap végi előrehozott választásokon. Legalábbis erről jelentek meg információk a francia sajtóban a Magyar Nemzet beszámolója szerint. A francia elnökhöz közel álló források azonban cáfolták, hogy lemondásra készülne. Macron pártja hatalmas vereséget szenvedett a hétvégi EP választáson. Az Origo tegnap írása szerint a francia elnök az őrült háborús terveibe bukott bele. Marine Le Pen, a győztes nemzeti tömörülés elnöke pedig határozottan ellenzi, hogy francia katonai kiképzőket küldjenek Ukrajnába. Ukrajna már nem csak szárazföldön bevethető nyugati eszközökre számíthat, az orosz-ukrán háborút minden bizonnyal új szintre emelni az, ha az ukrán katonák vadászgépeket is kapnának. Emmanuel Macron francia elnök ezt tervezi, túl azon, hogy Ukrajnába küldenének francia kiképzőket. Az európai parlamenti választás franciaországi eredménye azonban keresztül húzhatja Macron számításait. A jobboldali nemzeti tömörülés fölényes sikert aratott, vezetője Marine Le Pen pedig már többször bírálta a francia elnököt. Emmanuel Macron háborút akar, írta a Magyar Nemzet idézve Marine Le Pent. A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti tömörülés vezetője egy televíziós műsorban határozottan ellenezte, hogy francia katonai kiképzőket és vadászgépeket küldjenek Ukrajnába. Marine Le Pen élesen bírálta Macront, mert szerinte könnyedséggel beszél a francia katonák potenciális elvesztéséről. Azzal is vádolta a francia elnököt, hogy háborút akar, törekvései pedig a háború kiterjedéséhez vezetnek. Marine Le Pen egy másik interjúban pedig úgy fogalmazott, Macron a háborúval politizál. A háború komoly dolog, az ukrán nép ezt éli meg, és nem használhatjuk fel mindezt arra, hogy megpróbáljuk csapdába csalni az ellenfeleinket, fogalmazott a nemzeti tömörülés vezetője. Az európai parlamenti választás franciaországi eredménye azt tükrözi, hogy a francia emberek többsége sem ért egyet Emmanuel Macronnal. A francia elnök vezette Reneszánsz párt mindössze 15%-os eredményt ért el. A súlyos vereséget azzal ismerte el Macron, hogy feloszlatta a nemzetgyűlést. Az alkotmány 12. cikkében előírt konzultációk után úgy döntöttem, hogy visszaadom önöknek a döntési jogot, hogy szavazzanak a parlament jövőjéről. Ezért feloszlatom a nemzetgyűlést, közölte a francia elnök. A franciák tehát néhány héten belül ismét szavazhatnak, a parlamenti választás két fordulós lesz, június 30-án és július 7-én mondhatnak véleményt a franciák Emmanuel Macron háborúpárti kijelentéseiről. Ezek az események szokatlanok Franciaországban, de az is egyértelmű, hogy az emberek erős üzenetet küldtek a hatalomnak. Sok problémával kellett szembesülnünk az elmúlt időszakban, ezt a szavazás eredménye is mutatja. Bízom a francia emberekben, hogy az új választással olyan helyzetet teremtünk, ami megoldást jelent a következő évekre, fogalmazott egy francia férfi. A Macron párt hát egy pofont kapott a választóktól. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő, az M1-en Macron pártjának választási kudarcáról azt mondta, Marine Le Pen sikereihez a jól felépített stratégiája mellett az is hozzájárult, hogy a választók a gazdasági nehézségekről és az illegális migrációról is véleményt mondtak. Tavaly decemberben készült egy nem felmérés, hanem mandátumbecslés. És ez a mandátumbecslés azt mondta, hogy valahol 240, ha jól emlékszem, 3 és 305 között lehet a nemzeti tömörülés esetleges mandátumainak a száma. Na most 577 képviselői hely van, és 289 a többség. Tehát látszik, hogy ez bárhol lehet, a kampány függvényében, a jelöltségek függvényében, de azt hiszem, hogy az azért kimondható, hogy a nemzeti tömörülés az egyik esélyese ennek a választásnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa pedig arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy a szuverenista erők egész Európában megerősödtek. Kalas Vivien ugyanakkor megjegyezte, még kérdés, hogy Marine Le Pen milyen együttműködést alakít ki például Giorgia Meloni pártjával, ami megnyerte Olaszországban az európai parlamenti választást.
Le Pennek több képviselője van az Identitás és Demokrácia frakciójában, mint Giorgia Meloninak a saját képviselő csoportjában, és hogyha a két frakció egységesülne, akkor felmerül az a kérdés, hogy ki a valódi vezetője ennek a jobboldali együttműködésnek, és a számok alapján nem Giorgia Meloni jön neki ebből szerintem jól. Az elemző hozzátette, a franciaországi választási eredmény Emmanuel Macron Európai Unióban betöltött szerepére is hatással lehet. Kalas Vivien szerint, ha nem változtat a francia elnök a jelenlegi politikáján, akkor meggyengül a pozíciója Brüsszelben. Jelentős többségben vannak Magyarországon a békepárti programot képviselő pártszövetség, a Fidesz és a KDNP támogatói. Így értékelte a vasárnapi választás eredményét Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban. Az európai parlamenti képviselő szerint az elért eredmény komoly felhatalmazást jelent számukra. Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője pedig az M1-en arról beszélt, a Fidesz-KDNP rekordot döntött azzal, hogy 2 milliónál is több szavazatot szerzett az európai parlamenti választáson. A választások eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy jelentős többségben vannak Magyarországon a békepárti programot képviselő pártszövetség, a Fidesz és a KDNP támogatói. Értékelte a vasárnapi választást Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban. A kormánypártok európai parlamenti listavezetője hozzátette, az elért eredmény komoly felhatalmazást biztosít számukra a következő évekre és az előttük álló hetekre egyaránt, amely a szövetségkötésről szól majd. A magyarországi győzelme a békepárti Fidesznek és a KDNP-nek az beleillik jó néhány meghatározó európai országban a békepárti, a jobboldali konzervatív kereszténydemokrata szuverenista erők választási győzelmének, hiszen ha csak egyel nyugatra pillantunk, Ausztriában óriási győzelmet aratott az szabadságpárt. Nincs ma Európában egyetlen párt sem. Azt hiszem Magyarországon sincs egy párt sem, aki ne cserélne velünk boldogan akár azonnal. Kaptak már az európai választáson 50% feletti támogatást is, de még soha nem szavaztak annyian a kormánypártokra, mint most, hangsúlyozta Orbán Viktor az M1-nek adott exkluzív interjújában. A miniszterelnök azt mondta, most több mint 2 millió ember voksolt rájuk, és amikor a legjobban szerepeltek, akkor pedig csak 1,8 millió. A kormányfő arról is beszélt, hogy nagyon biztos kormányzó párti fölényt adna, ha ezt az eredményt rávetítenék egy parlamenti választásra. Ilyen háborús időkben, ilyen nehéz körülmények között egy gyötrős, meggyötrő, gyötrelmes háborús inflációs évvel a hátunk mögött, egy jó gazdasági esélyeket teremtő növekedés megindítása előtt, ebben a helyzetben azt mondom, hogy 14%-ot ráverni a másodikra, az egy tisztességes eredmény, ha persze én mondtam az előbb, hogy minden választás majd akkor kell megnyerni, de ha most azt kérdezni tőlem, hogy aláírnám-e ezt 2026-ban, akkor azt mondja, hol kell aláírni. A Fidesz-KDNP pártszövetség a rájuk leadott voksok alapján ismét kétharmados felhatalmazást kapott volna, ha most lettek volna az országgyűlési választások. Derül ki a Nézőpont Intézet vizsgálatából. Számításaik szerint a Fidesz-KDNP országos listáról 39, az egyéni választókerületekből pedig 96, összesen pedig 135 országgyűlési képviselői helyjel számolhatott volna, ha a június 9-én országgyűlési választásokat tartottak volna. A legnagyobb ellenzéki frakciót Magyar Péter pártja alakíthatná 45 képviselővel. Őt követné a jelenleg hárompárti Gyurcsány koalíció 10 mandátummal, és a Mi Hazánk mozgalom 8 helyjel. A Fidesz-KDNP rekordot döntött azzal, hogy 2 milliónál is több szavazatot szerzett a mostani európai parlamenti választáson. A kormánypártok olyan eredményt értek el, amely önmagáért beszél, jelentette ki Pálfalvi Milán az M1-en. A Nézőpont Intézet elemzője hozzátette, a nagy felhatalmazás miatt a mostani győzelem különösen értékes a kormánypártoknak. A háború és béke kérdéséről dönthettek az emberek, és azt láthatjuk, hogy a magyarok a béke mellett döntöttek. Magyarország békepárti álláspontját erősítette meg ezzel, hogy kifejezte a támogatását a békepárti Fidesz-KDNP mellett. Az elemző arról is beszélt, hogy ez a magas támogatottság fontos fegyvertény lesz a következő időkben,
az európai politikai szintéren. A vasárnapi választás világosan megmutatta, hogy a magyar emberek megértették, a választás háborúról vagy békéről szólt. Erről beszélt a kormánypártok kommunikációs igazgatója a parlamentben. Menczer Tamás azt mondta, a magyar emberek nagy többsége támogatta Orbán Viktort, valamint a békepárti Fidesz-KDNP pártszövetséget. A DK frakcióhoz fordulva hozzátette, semmi kétség nincs afelől, hogy a baloldali képviselők azok maradnak, akik eddig is voltak. Brüsszelben és mindenhol máshol nagy szorgalommal, tendenciózusan és folyamatosan elárulják a magyar érdeket. Nyilván dollárokért cserébe. Ezért zavarták el a magyar emberek önöket tegnap újra és sokadszor. Nagyon sajnálom, hogy a Momentumos képviselők már nincsenek itt, mert nagy szeretettel akartam őket üdvözölni itt a házban, és megkérdezni, hogy ma már turista jeggyel jöttek, vagy még mint képviselők. Megköszönte a kampányban végzett munkát a DK aktivistáinak a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke. Molnár Csaba közösségi oldalán azt írta, egyetlen megmaradt Európa párti szociáldemokrata közösségként nem hagyjuk magukra azokat, akik eddig is velünk voltak. Úgy fogalmazott, tovább küzdenek azokért, akikről megfeledkezett a hatalom, és a kormányfő legáldázabb ellenfeleként folytatják a munkát. A gyáriparosok európai kerekasztalának vezetőivel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Uniós elnökség előkészítésének keretében a Karmelita Kolostorban. A megbeszélésen, amelyen a Vodafone, a BMW, a Deutsche Telekom és a MOL vezetői is részt vettek, az Európai Unió globális versenyképességének növeléséről volt szó, amely a magyar elnökség egyik kiemelt célja. A tárgyaláson számba vették a legfontosabb ipari szereplők javaslatait az európai versenyképesség javítása érdekében. Orbán Viktor méltatta az európai ipar szereplőinek hozzájárulását a kontinensen élők jólétéhez, a gyáriparosok pedig elismeréssel nyilatkoztak a magyarországi gazdasági környezetről. A véglegesítés végső szakaszában lévő Magyar Uniós elnökségi program fő prioritásairól egyeztetett Budapesten Bóka János, az európai munkaadók, munkavállalók és társadalmi szervezetek képviselői tömörítő Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vezetőivel. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, a magyar elnökség 10 kérdésben kért úgynevezett feltáró véleményt az uniós tanácsadó testülettől. Különös tekintettel a versenyképességre, a kohéziós politikára, az EU előtt álló kihívásokra, illetve a közös agrárpolitika jövőjére. A Gazdasági és Szociális Bizottsággal a magyar elnökség az elnökség teljes időtartama alatt szoros együttműködést tervez. A feltáró vélemények alapján az elnökségi prioritások előkészítése mellett azok megvalósításába is bekívánjuk vonni ezt a tanácsadó intézményt. Kinevezte a köztársasági elnök az új kulturális és innovációs minisztert, Csák János korábbi miniszter tegnap jelentette be lemondását, Orbán Viktor miniszterelnök pedig Hankó Balást kérte fel a tárca vezetésére. Az új kulturális és innovációs miniszter a Sándor Palotában vette át a kinevezési okiratot Sólyog Tamás államfőtől. Hankó Balás délután az országgyűlés előtt is esküdtett. Megválasztotta az országgyűlés Juhász Imrét az Alkotmánybíróság új elnökévé. A titkos voksoláson Juhász Imre, aki 2013 óta alkotmánybíró, 137 igen, 5 nem szavazatot kapott, 5-en tartózkodtak. Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásához kétharmados többségre van szükség. A testület élére azért kellett új vezetőt választani, mert Sólyog Tamás korábbi elnök márciusban köztársasági elnök lett. Juhász Imre az országgyűlés előtt esküt is tett. Szigorította az országgyűlés a gyermekvédelmi törvényt, amely szerint a jövőben nem évül el a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény, a pedofil bűnelkövetőket pedig nem lehet feltételes szabadságra bocsátani. A szigorítás szerint akár 2 év börtönt kaphat az a gyermekekkel foglalkozó szakember, aki nem jelzi, ha veszélyeztetett helyzetben van. Az alkotmány módosítása révén pedig pedofil bűnelkövető nem kaphat kegyelmet. Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Sosem évülhetnek el a legsúlyosabb pedofil bűncselekmények. Erről döntött kedden az országgyűlés. A képviselők 163 igen szavazattal döntöttek a gyermekvédelmi törvénycsomag szigorításáról. A DK képviselői nem szavazták meg a javaslatot. Jelenlévő képviselőik tartózkodtak. Rétvári Bence államtitkár még a törvény javaslat áprilisi vitájában emlékeztetett.
A kormány több családvédelmi intézkedést is kezdeményezett, ezeket azonban nem támogatta a baloldal. A baloldaltól pedig azt kérjük, először is kérjen bocsánatot azokért a dolgokért, amelyek az előzőkben is felsoroltam, amit tett, hogy a gyermekvédelem ügyét Brüsszelbe is elvitte, és ott is megpróbálta megtámadni, hogy LMBT okokra hivatkozással Brüsszelből semmisítsék meg a magyar gyermekvédelmi törvényt. A most elfogadott törvény értelmében nem évülnek el a pedofil jellegű szexuális bűncselekmények. Az elkövetőt nem lehet feltételesen szabad lábra helyezni. Nincs reintegrációs őrizet, az elítéltek soha többé nem kaphatnak erkölcsi bizonyítványt és kegyelmet sem. Az új törvény elrendeli a pedofil nyilvántartás kibővítését is, már nem csak azoknak az adatait hozzák nyilvánosságra, akiket a magyar bíróságok ítéltek el, hanem azokét is, akik az Európai Unió más tagállamában vagy Angliában követtek el hasonló bűncselekményeket. A kormány egyébként már márciusban elrendelte a gyermekvédelmi intézmények ellenőrzését, a vezetők és helyetteseik pszichológiai alkalmassági vizsgálatát. Ez az eljárás az új gyermekvédelmi törvénynek köszönhetően a jövőben is folytatódik, akik nem felelnek meg az elvárásoknak, azokat azonnal elbocsátják. A törvény szerint akár 2 év börtönt is kaphatnak azok a szakemberek, akik nem jelzik, ha a gyermek veszélyeztetett helyzetben van, például szexuálisan bántalmazzák. Jövő év elejétől szigorúbbak lesznek a táborozás feltételei is. A gyermekekre csak olyan ember felügyelhet, aki erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem követett el bűncselekményt, és kényszergyógykezelésen sem kell részt vennie. A gyermekvédelmi törvény az internet veszélyeitől is óvja a gyermekeket, egyszerűbben lehet majd jelenteni és eltávolítatni a személyiségi jogaikat sértő tartalmakat, de megvédi őket az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól is. A szülőknek ugyanis lehetőségük lesz egy szűrt internetet kérni, amelyen az NMHH által fekete listára tett oldalak nem lesznek elérhetők. Bemutatták a magyar paralimpikonok párizsi formaruháját, a személyre szabott öltözékeket részben megváltozott munkaképességű dolgozók készítik. Fülöp Attila államtitkár azt mondta, Magyarországon minden fogyatékossággal élő ember számára megvan a lehetősége annak, hogy értéket állíthasson elő, legyen szó akár a sportról, akár a munkáról. Megállás nélkül dolgoznak a varrónők ebben a budapesti üzemben. Ha kell, akkor ollóval vagy éppen vasalóval alakítják az itt készülő ruhadarabokat. Kedden délután ebben a fővárosi varrodában mutatták be a magyar paralimpikonok vadonatúj, méretre szabott férfi és női formaruháit, amelyek elkészítésében megváltozott munkaképességű dolgozók is részt vettek. Nekünk parasportolóknak nagyon fontos, hogy ezek a ruhák egyedileg készülnek, hiszen mindenki más testi adottsággal rendelkezik. A kézmű Magyarország legnagyobb megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalata, országszerte 9000 embernek kínálnak álláslehetőséget. Az egységes formaruhákat jelenleg 3 vidéki és 1 fővárosi telephelyen gyártják a népes magyar csapat számára a párizsi paralimpiai játékukra. Jelen pillanatban 30 visszaigazolt kvótája van a magyar paralimpiai csapatnak, és nagyjából még 30 versenyzőnk áll csatában azért, hogy kijusson a játékokra. A különleges helyszínen tartott bemutatón Fülöp Attila államtitkár azt mondta, Magyarországon minden fogyatékossággal élő ember számára megvan a lehetősége annak, hogy értéket állíthasson elő, legyen szó akár a sportról, akár a munkáról. Nem csak olimpikonok nevét, hanem paralimpikonok nevét is tudja a közvélemény, és tudják az emberek, és ez így normális, és ez így van rendjén. A sporttal együtt a munkában is szeretnénk ezt megmutatni, ezért támogatja a kormány kiemelten a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. A különleges öltözékeket a magyar versenyzők először augusztus közepén a paralimpiai eskütételen viselik majd. 11 konzul segíti a helyszínen a magyar szurkolókat az Európa-bajnokság mérkőzésein, Kölnben és Stuttgartban is, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán ma reggel. A tárcavezető hozzátette, mindkét város repülőterein, vasútállomásain, a szurkolói zónákban, a stadionokon kívül és a stadionokon belül is ott lesznek a külügyminisztérium munkatársai. Szijjártó Péter arra kérte a szurkolókat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre.
Arra kérem tisztelettel a Németországba utazó szurkolóinkat, hogy mindenképpen regisztráljanak konzuli védelemre. Ezt a külügyminisztérium honlapján néhány kattintással megtehetik. Ez azért nagyon hasznos, mert hogyha valaki bajba kerül, akkor azonnal fel tudjuk venni vele a kapcsolatot, tudjuk hol, kit kell keresni, vagy éppen kit kell értesíteni. A helyszíneken a szurkolói vonulást pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosítja. Erről már az MLS elnöke beszélt Szijjártó Péterrel közösen. Csányi Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar szurkolók is az országot képviselik, így mindenkitől sportszerű drukkolást kér. A Magyar Labdarúgó Szövetség minden segítséget megad. Egyrészt a KAP beléptető kapunknál biztosít magyar tolmácsolásra lehetőséget, akinek szüksége van rá. Másrészt biztosítjuk azt, hogy minden három városban kívánják, akkor a magyar szurkolók együtt vonuljanak ki a stadionhoz, mint ahogy láttuk, Marseille-ben ennek hatalmas sikere volt. Elkezdődött Közép-Európa legnagyobb terepjáró találkozója, a Somogy-Babody Offroad Fesztivál. A rendezvény idei mottója a 7 helyszín, 7 fesztivál. Minden eddiginél gazdagabb programokkal és az elmaradhatatlan dagonyával várják a nézőket. Hagyomány szerint a dagonya felavatásával kezdődött el az idei Offroad Fesztivál Somogy-Babodon. A pályán idén is rengeteg sár van, persze szándékosan. Amin volt, aki könnyebben, mások nehezebben verekedték át magukat. A fesztiválnak egyre több női résztvevője van. Hát a hétköznapokban egyébként én egy nőiesebb lány vagyok, úgyhogy jó néha legalább egy évben egyszer kimozdulni ebből a szerepből, és akkor felvenni egy ilyen koszos, sáros, szabadabb életérzést. A csákvári Offroad Klub 25 terepjáróval érkezett. Azt vallják, olyanok, mint egy nagy család. Mindenkinek segítenek, és minden problémát megoldanak. Megyünk, szerelünk, összeszedjük a cuccokat, mindent. Tehát megoldunk mindent. Rövid idő alatt, sárba, műhely nélkül, úgyhogy teljesen jó. Az autós kultúra, a terepjározás élménye és a velejáró életérzés az, ami miatt a fesztivál ideje alatt több tízezren fordulnak meg Somogy-Babodon. Sokan ehhez igazítják a szabadságukat is. Maga a társaság, a közérzet, az emberek, a családos feeling, minden, ami kell hozzá. Az adrenalin, a lóerő, minden. A szervezők nem csak a lóerők megszállottjaira gondoltak. Család és kutyabarát programokkal, koncertekkel készülnek minden korosztály számára. Az elmúlt években a kemping, az utazás, az együttlét, a kaland sokkal többet jelent, mint maga az autó. Az autók itt vannak, természetesen van dagonyánk, van siratófalunk, vannak új versenyek. Nagyjából 15 egyesület kínálja a versenyeit, tehát egy nagyon professzionális szervezés van évek óta, de emellett sokkal fontosabb lett az, hogy egy hétig együtt lenni, egy hétig kempingezni, főzni, tehát és élvezni a környezetet, amihez 200 hektárunk van. A Somogy-Babody Offroad Fesztivál vasárnap estig tart. És akkor sár után térjünk vissza a vízhez még egy kicsit, hiszen a híradó elején mutattuk, hogy mekkora gondokat okoz Vasvár megyében az áradó Pinka és a Rába. Szalai Ádám kollégánk járja a Vármegyét most már órák óta, úgyhogy hozzá kapcsolunk, sikerült a stábnak egy pillanatra útközben félreállni. Említettük, hogy Körmennél már stabilizálódik a helyzet, a Pinka viszont óriási vízhozamot produkált. Hol kell a leginkább védekezni? Szervusz, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Pontosan így van, ahogy te is elmondtad, itt Vasvár megyében elég komoly gondokat okozott itt a meglehetősen magas vízállás. Ugye, ahogy te is kezdted, itt gondokat okozott a Rába, illetve az a Pinka, amely rekord magasan tetőzött. Körülbelül egy fél órával ezelőtt mi még Pornóapátiban jártunk. Ez az egyik olyan település, ahol valóban nagyon keményen kellett az elmúlt napokban védekezni, hiszen tényleg óriási vízhozam érkezett ez a folyó, ami egyébként normál esetben egy híd alatt nagyon-nagyon nyugodtan csordogál. A helyiek azt mondták, éppen egy önkéntes tűzoltóval beszélgettem, hogy tulajdonképpen három napja csak dolgozik, ez idáig 5 órát tudott csak aludni és pihenni. Ezt a munkát úgy kell elképzelniük a kedves nézőknek, hogy itt például Pornóapátiban azt tapasztaltuk, hogy jelen pillanatban már inkább a víznek a szivattyúzása zajlik, de
korábban természetesen homokzsákokat pakoltak, nem egyet, kettőt, hanem több ezret. Aztán napközben jártunk még Körmennél, ahol a rába okozott nagyon komoly gondokat, ott üdülőket és nyaralókat veszélyeztetett. Most arra már a tegnapi tetőzés után több mint 10 centit apadt, úgyhogy ez remek hír az ott és a környéken élőknek. Aztán még amit Körmend esetében el tudok mondani, az az, hogy reggelre érkezett a helyiek számára, én azt gondolom, hogy egy rendkívül jó hír, hiszen az egyik forgalmas, úgy tudom, hogy úgy nevezik, hogy a régi Rába hidat megnyitotta aztán a polgármester és az önkormányzat a közlekedők előtt, úgyhogy az már újra közlekedhető. Lassú apadásra számítanak a szakemberek, ezt több alkalommal is hangsúlyozták. Remélhetőleg, hogy aztán tényleg nem érkeznek már olyan időjárási körülmények itt, akár Ausztriában, akár Németországban, ami esetleg majd itt hazánkban lecsapódik úgy, hogy újra nagyon-nagyon magas vízállással kell találkozniuk a környékbélieknek. Itt Pornóapátiban és a Pinka folyó által érintett kis településeken azt tudjuk elmondani, legalábbis a helyiek azt mondták nekem, hogy most már jóval, több 10 centivel alacsonyabb az a vízállás, ami egy-két napja még azért elég brutális volt, és nagyon látványos és veszélyes. Szalai Ádámnak egyelőre köszönjük szépen a helyszínről. Ez volt most a híradó, hogy lesz-e az áradó víznek utánpótlása csapadék formájában, hamarosan kiderül majd a részletes meteorológiai előrejelzésből, előtte azonban Körny Bence érkezik a Nemzeti Sporthíradóval.